A Föltámad a szél, Sándor Zoltán 5. önálló kötete. A Szabadkai Életjel kiadó gondozásában megjelent könyv 7 hosszú elbeszélést tartalmaz, melyek egy fiktív település közel egy évszázadán át vezetik az olvasót. A szövegekben jól megférnek a mágikus és realisztikus elemek. A sárba süllyedő templomtól a II. Világháború utáni partizánbosszú lelkek mélyére temetett titkáig. A központi szereplője egy bánáti magyar lakta falu. Ez a falu természetesen a szülő falumból építkezik, tehát ez a kitalált, fiktív falu. Ugyanakkor nem szabad a történeteknek minden valós megfelelőjét a szülőfalvamban keresni. Ilyen tekintetben mondanám, hogy ez inkább egy ilyen vajdasági kötet, vajdasági falu. Sándor Zoltán 1973-ban született. A Muzslai Sikoly folyóirat alapító főszerkesztője, valamint a Magyar Szó közéleti és vélemény rovatának szerkesztője.